újabb műfüves focipályával gazdagodott Újpest. Az úgynevezett grundpálya a Halasi Olivér német tagozatos általános iskola udvarán épült meg. A látvány csapatsportok támogatásáról szóló jogszabály hatályba lépésének eredményeként a Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési programot támogató nyílt pályázatot írt ki. Újpest önkormányzata ismét pályázott és nyert, és a képviselőtestület határozatának köszönhetően a Halasi Olivér német tagozatos általános iskola udvarán egy úgynevezett grundpálya épült fel. Az avató ünnepségen részt vett Winter Mantel Zsolt, dr. Tahó Róbert jegyző, Mátésné Pataki Ágnes a Klebersberg Központ Budapest 4. tankerületének igazgatója, Őze István az UTE klubigazgatója és Kovács Zoltán egykori válogatott újpesti labdarúgó is. Újpest egy igazán sportos város, ezt mondja a szlogenünk is, és hát ez újabb bizonyíték, hogy valóban sportosak vagyunk, hogy sokadik műfüves labdarúgó pályát adjuk át, adták át itt kerületünkben. Mit szólsz ehhez, mint egy régi újpesti ikon? Nagyon örülök, az, hogy itt Újpesten meg újabb pálya épül, de annak örülnék, az minden kerület elmondhatná, és egyre több falu, község, város is elmondhatná magáról, hogy nagyon sok pályát adnak át, mert ez nem csak a futball érdeke, hanem az egészséges nemzet érdeke is. Én Nagytéténben, ahol születtem, felnőttem, egészen 9 éves koromig, majd onnan kezdtem el végigjárni a Szamár létrát. Gondolom akkor még az iskolákban, vagy az oviban és az iskolákban nem volt ilyen gyönyörű műfüves pálya. Gondolod, hogy ez segít a magyar labdarúgás utánpótlás nevelésében? Igen, én még betonon a dróttal körülvett focipályákon játszottam gyerekkoromban nagyon sokat, de meggyőződésem, hogy segít, de egyébként ezen a pályán ugye nyilván nem csak futni lehet, hanem testnevelés, nem csak futballozni, hanem futni lehet, testnevelés órát, gimnasztikát, tehát ez az egész iskolának egy óriási eredmény. Nyilvánvaló az, hogy van ezen a pályán két kapu, az majd a focizni szerető gyerekek életét is megkönnyíti, de mondom még egyszer, ez az egész iskola érdeke, az egészséges gyerekek érdeke, vagy egészséges emberek érdeke az, hogy ilyen sportpályák épüljenek, ahol majd, hogy nem szinte időjárástól függetlenül kiváló körülmények között lehet sportolni. Városrészünk legújabb büszkeségét a polgármester és az MLS képviseletében dr. Gudra Tamás adta át a nebulóknak, majd az iskola diákjai tartottak sportbemutatót. Az iskola igazgatója Orbán Ildikó egy álom beteljesedéséről beszélt. Mint iskolaigazgató és mint sportember borzasztóan irigyeltem azokat, de csak úgy finoman, akiknek van ilyen pályájuk, vagy legalábbis ígéretük van ilyesmire. És láttam a mi kis Újpest széli iskolánkban is egy ilyen pályát, és most megadatott. Tehát az álmok azok valóra válhatnak. Milyen kihasználtsága lesz a pályának? Mi testnevelés órán használjuk, edzéseken, tehát az iskolai sportkör edzéseit fogjuk itt tartani, és úgy tudom, hogy délután, 5 után, amikor az iskolában már gyerekek nincsenek, akkor lehet bérelni a pályát, tehát bízom benne, hogy nagyon közelítjük majd a 100%-ot. Halasi Olivér nevét viseli az iskola, ugye a német tagozatos általános iskola, mert van, aki így ismeri. Mit jelent ez a név, hogy Halasi Olivér magának az intézménynek és az igazgatónőnek? Először is a sportot, másodszor a kitartást, a sport szeretetét, a tisztességet, a becsületet, mert hogy Halasi Olivér ilyen ember volt. A Halasi Olivér iskolában délután természetesen már a labdarúgásé volt a főszerep. Az osztályok csapatai rögtönzött focitornán mérték össze tudásukat.